A déli városrész lakói úgy érzik, velük nem törődik a város. A Szengelért és a Nagy Lajos Király utcai kereszteződés és gyalogos zebra beláthatatlan a sarkon parkoló teherautók miatt, és már forgalomirányító rendőr sincs. Az utcában a járda használhatatlan, ezért a gyalogosok az Egyházmegyei Karitasz foglalkoztatójába igyekvő kerekes-székes mozgássérültek, és a babakocsitoló anyukák az úttestet veszik igénybe. A szűk utcában kevés a parkolóhely, esőzéskor megáll a víz, amit az épületek falai szívnak magukba és a fákat sem metszik. Tótkálmán a körzet képviselője 156 lakóval aláírta azt a beadványt, amelyel Puskás polgármesterhez fordulnak, hogy orvosolja a problémákat.